Kórász Dina most diplomázott a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola műszaki kommunikációs menedzsment szakán. Azt mondja, nagyon elégedett a szerbiai felsőoktatás lehetőségeivel. Ez a főiskola hatalmas lehetőséget nyújt mindenki számára, aki szeretne ilyen pozíciókban elhelyezkedni és érdekli az informatika esetleg vagy a menedzsment. A főiskola kiváló kapcsolatot ápol mind a belföldi, mind a külföldi felsőoktatási intézményekkel. Az igazgató azt mondja, ez nagyon jó hatással van hallgatóikra. Ezek a kapcsolatok, tehát nem csak a tanárok között, és nem csak az intézmények között, hanem a diákok között is szorosabbá vált. Aztán tegnap ugye a nyári egyetem nyílt az ELTE-n, meg ott voltunk, és örömmel vettem tudomásul, hogy mennyi diákunk veszi itt részt. A következő főiskolai évre 167 hallgató jelentkezett a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 5 szakára. Nagy a túljelentkezés egyes szakokon, de erre is találnak megoldást az intézményben. Amelyik nagyon népszerű. Most ugye az informatika, ezen belül az ügyviteli informatika az, ahol túljelentkezés van, tehát erre a szakra nem tudott, illetve nem tud mindenki beiratkozni, aki szeretett volna, de a rendszerünk olyan, hogy mindig 2, illetve 3 választási lehetőség van, tehát ezek a hallgatók is másik szakra, ebben az esetben a műszaki informatikára sikeresen jelentkezhetnek, illetve beiratkozhatnak. Az Újvidéki Egyetem bölcsészettudományi karán is lehetőség van az átjárásra azoknak a hallgatóknak, akik nem jutottak be a kívánt szakra. Az utolsó névsorolvasás az egyetem amfiteátrumában a be nem töltött helyekre július 14-én lesz, tudtuk meg Csányi Erzsébettől, az Újvidéki Magyar Tanszék vezetőjétől. A gólyák iratkozási időszaka a szerbiai egyetemekre július 15-éig tart. Az újvidéki, belgrádi és szabadkai egyetemeken összesen 11 000 hallgatót vesznek fel állami költségre.